Az Esterházy Károly Egyetem 4 kampuszán 5 karon 2090 hétfő kezdheti meg tanulmányait szeptembertől. Ők azok, akik már szerdán megtudták, hogy felvételt nyertek az intézménybe. Azok, akik akkor nem kerültek be az egyetemre, vagy eddig nem is jelentkeztek, augusztus 7-ig jelentkezhetnek pótfelvételire. Adott tájékoztatást Kalóné Szűcs Erzsébet, az egyetem oktatási igazgatója. Mindazokat a szakokat, amelyekre felvételt nyertek a július 26-ai ponthatár megállapítást követően hallgatók, meghirdettük, de csak is önköltséges képzésre lehet már jelentkezni a pótfelvételiben augusztus 7-én éjfélig. Hasonló módon, mint februárban, a felvi.hu oldalon elektronikusan lehet benyújtani a jelentkezést. Tudni kell azonban, hogy nem csak azok jelentkezhettek, akik most nem nyertek felvételt sehova sem, a pótfelvételi él azok számára is, akik nem jelentkeztek februárban, de most úgy gondolják, ha most szeptemberben induló képzésre mégis szeretnének bekerülni. A szerdán kihirdetett ponthatárok alapján a legtöbben az EGRI kampuszon kezdhetik meg tanulmányaikat. A régió igényeinek megfelelően új képzések is elindulnak. Jászberényben programtervező informatikus, Sárospatakon a szőlész-borász nappali tagozatos alapképzés kezdődik el szeptembertől.